Mint minden évben, idén is összegyűltünk az 56-os forradalom évfordulóján, hogy megemlékezzünk Nagy Imre mártír miniszterelnökről. Nagy Imre életútja innen, Kaposvárról indult 1918-ban, Kőbányán végeztetett be 1958-ban. Ha egy szókapcsolatban kéne Nagy Imre életútját, sorsát jellemeznem, annyit mondanék: baloldali hazafi. Nem volt tipikus hős, sőt, jobban mondva, nem volt hőstípus. Baloldali és hazafi volt, csak úgy, mint itt sokan. Kaposváron szegény családban született. Szülei kétkezi munkások voltak, ugyanúgy, mint itt sokaknak. Születése után itt és Pécsen járt iskolába, csak úgy, mint itt sokan. Érdeklődött a gépek, az akkori innovációk iránt, ugyanúgy, mint ahogy ma, mi is sokan követjük a számítógépek vagy az internet fejlődését. Nem szerette a háborút, melyről többször próbál szabadulni, mely tanulmányait is félbeszakította, no, de ki lelkesedik a háborúért. És talán karrierje sem volt olyan tudatos, mint másoknak, neki is alkalmazkodnia kellett a történelmi sorsfordulókhoz. És bár élete végül tragédiába fordult, de nem ezt tette történelmi személyiségnek, hiszen sajnos másokat is sújtottak az igazságtalan döntések. Mi teszi Nagy Imrét mégis vitathatatlanul történelmi személyiségnek? Megítélésem szerint Nagy Imre történelmi példája az emberi helytállásnak, a tömegben lévő egyén felelősségének. Nagy Imre sok gyötrődés és vívódás után kimert állni, vállalta a változások vezetését, vállalta a kockázatos küzdelmet, vállalta a sorsot, mely felelősségvállalása miatt jutott neki osztályrészül. Nem menekült, nem adta fel az elveit. Nagy Imre ugyanis baloldali volt és hazafi. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magyarország története a mi közös ügyünk. Ez a história mindegyikünkről szól, és mindannyian alakítjuk is. Magyarország történetének ugyanis hasonlóan a jobboldali szomszédhoz, az apatikus boltoshoz, az Angliában dolgozó egyetemista barátunkhoz, a régi rendszerben mai napig hívő nyugdíjashoz mindannyian részesei vagyunk. És nem volt semmiféle fülkeforradalom. Nincsenek patyolattiszta múltú, vagy éppen múlt nélküli 50-es házelnökök és államtitkárok, vagy éppen polgármesterek a fogason. Magyarország története nem egy film, melynek a végén felállva eldönthetjük, tetszette vagy sem, aztán újat választunk magunknak. Magyarország, mi vagyunk. A magyar történelem velünk forog. És ebben a történetben 2014-ben jön el a pillanat, amikor mindannyiunknak Nagy Imrére kell emlékeznie, mert bár a magyarok történelme velünk folyik, ugyanúgy alakítjuk, mint ahogy alakította Nagy Imre egykoron, ugyanúgy van véleményünk, kifejezhetjük szimpátiánkat, vagy éppen moroghatunk a bajuszunk alatt, de van egy pont ebben a történetben, ami kiállásra és felelősségvállalásra késztet. A megaláztatások sorozata, mely szinte minden társadalmi réteget, minden szakmát érintett, fokozatosan és folyamatosan szakítja le nemzetünket az európai közösségről. Mindannyian érezzük, hogy ennek nem így kellene történnie, de kiállni, ellentmondani kevesen mertek eddig. Pedig sokunk szíve majd megszakad, amikor látjuk, hogy gyermekek szájától vonják meg a falatot, míg az őrült hatalom kedvenc hobbi sportjának épít milliárdos templomokat. Barátaim, lássunk tisztán! Megint elveszik az országunkat, ellopják gyermekeink jövőjét. Nem állhatunk gyermekeink szemébe, szem elé azzal, hogy hagytuk jobbágy sorba taszítani a fél országot. Nem hagyhatom ezt a sorsot, és nem is fogom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, mi nem fogjuk hagyni. Nagy Imre emléke követeli meg tőlünk azt, hogy a szívünkre hallgassunk, azt, hogy szüleink által nekünk tanított értékrendet kövessünk, azt, hogy a rendszerváltás óta Európa felé megtett útról ne forduljunk le, hogy gyermekeinknek megőrizzük európai magyarságunkat. A kérdést mindenkinek
magának kell föltennie, hogy akarja-e, hogy végre végén hagyják az embereket, hogy megbecsülés járjon a nőknek, egyenlőbb lehetőség a gyermekeknek, javuló jólét a munkavállalóknak, biztonság a kis és közepes vállalkozóknak, a szűkölködő nyugdíjasoknak, a kisemmizett, megalázott közmunkásoknak, hogy a hatalom ne foglalhasson el színházat, rádiót, tévét, ne korlátozhassa a sajtót, az internetet, ne perelhessenek be, és ne rúghassanak ki senkit demokratikus meggyőződése, véleménye miatt. Barátaim, akarjuk-e a változást, a haladást, az új magyar köztársaságot, mely több beleszólást, nagyobb biztonságot, nagyobb szabadságot nyújt polgárainak? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a helyes úthoz, a változáshoz nem hősök kellenek. A változáshoz igaz és bátor emberek kellenek, akik hisznek magukban, hisznek az elveikben, hisznek az igazságukban, hisznek a maguk és a magyarság felemelkedésében. 2014-ben ennek az országnak baloldali hazafiakra van szüksége. Ez Nagy Imre mai üzenete.